Október 4-e az Állatok Világnapja volt, a felelős hozzáállás mindannyiunk felelőssége. 33 éve tartották az első helyhatósági választásokat, ma már ez a helyi önkormányzatok napja. Műsorral ünnepelték és köszöntötték a szociális otthon lakóit. Zene és sport a Vasváriban, két eseményen is voltunk. A Kortárs Művészeti Intézet Silf Mária Munkácsy Díjas festőművész munkáiból mutat be nagyszabású válogatást. Köszöntöm nézőinket, önök a DSTV híradóját látják, Dunaújváros legfontosabb híreivel jelentkezünk. Sokat és szerencsére egyre többet beszélünk a körülöttünk élő állatok védelméről. Ennek jó példája, hogy például az idei évi október 4-ére, az Állatok Világnapjára talán az összes városi oktatási intézményben megemlékeztek. Pintér Tamás polgármester pedig a Dunaújvárosi Arborétumba látogatott el, ahol mi is megkérdezhettük, hogy mit gondol a felelős állattartásról. Az Állatok Világnapját 1931 óta ünneplik minden esztendőben Szent Ferenc emléknapján, október 4-én. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja. Ez a nap talán már sok helyen fontosnak számít, és nem is állhatunk itt meg, nem feledkezhetünk meg a bennünket körülvevő természetről, élőlényekről, Dunaújvárosban sem. Ma van az Állatok Világnapja, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az állatokról ne csak ezen a napon, hanem mindig is úgy gondoljunk, mint velünk élő lényekre. És ezzel kapcsolatosan én azt gondolom, hogy itt a Baracsolyúti Arborétumban, Dunaújvárosban megvalósítottunk egy olyan lehetőséget, amely Dunaújváros nagyon sok polgárának, nagyon sok lakosának egy olyan lehetőség, amelyhez nem juthatnak hozzá a hétköznapok során. Itt vagyunk a Baracsolyúti Arborétumban, és én azt gondolom, hogy ez most már tényleg az elmúlt időszakot figyelembe véve egy olyan ékszeres dobozává vált a városunknak, ahova eljöhetnek a gyerekek, megnézhetik az itt lévő állatokat, és kikapcsolódhatnak, és amellett nagyon sokat is tanulhatnak. A Dunaújvárosi Arborétum a város szívében található a Kádárvölgyben. Délről a Kertváros, nyugatról a Békeváros rész, és keletről a Technikum városrész határolja. Kiterjedése másfél hektár. Néhány éve egy állat simogatóval bővült a Baracsi úti arborétum, ahol a mezőföldre jellemző háztáji állatokat láthatnak a városlakók. Én nagyon örülök neki, hogy Orosz Csaba képviselő úrnak a segítségével ezt az arborétumot ki tudtuk olyan bázissá alakítani, ahol a velünk élő állatokat, illetve az itt lévő mindenféle házi állatot tudunk etetni, simogatni, és akár tényleg megtanulni, gondoskodni róluk. Azt gondolom, hogy dunaújvárosiként egy közösséghez tartozunk, és azt gondolom, hogy egy közösségnek vannak olyan bizonyos magatartásai, amiket illik betartani az állattartáshoz, és gyakorlatilag ez kapcsolódik. Ön mit gondol erről, és milyen felelősségünk van ebben? Hatalmas felelősségünk van. Én mindig is azt gondoltam, hogy azt tartson az otthonában is állatot, aki megfelelő módon tud gondoskodni róla. Ezek után, hogyha magunkhoz veszünk egy állatot, akkor mi vagyunk értük abszolút a felelősek, és éppen ezért én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ne csak kénye kedve szerint vásároljanak akár egy kisgyermeknek a kívánságára egy kutyát, vagy egy macskát, vagy bármilyen állatot, amit a lakásban tartatunk, hanem igenis legyen felelősség a szülőknek is, és hogyha másképpen nem, akkor a gyermeket hozzá kell, mutassák meg nekik az itt lévő állatokat, itt van még egy kutyus is, akit meg lehet simogatni, és megláthatják azt a gyermekek is, hogy ez egy olyan élőlény, akikről, hogyha magunkhoz veszünk, akkor igenis nekünk kell gondoskodni, és mi vagyunk értük a felelősek. Pintér Tamás beszélt még a felelős állattartásról, és arról, hogy csak azt tartson állatot, aki megfelelően tud gondoskodni is róla. Kettőezerben az akkori országgyűlés a helyi önkormányzatok napjává nyilvánította szeptember 30-át, annak emlékére, hogy 1990-ben ezen a napon tartották az első helyhatósági választásokat Magyarországon. Ezen a napon tehát az önkormányzatok tevékenysége előtt tisztelgünk.
Az önkormányzat munkájával legtöbben csak ritkán személyes ügyintézés kapcsán találkoznak közvetlenül, pedig az önkormányzat szerteágazó tevékenysége át meg átszövi egy város mindennapi életét. A helyi önkormányzatok napja alkalmából Szabó Zsolt gazdasági alpolgármester mondott köszöntőt. A Dunajvárosi Önkormányzatban és intézményeiben olyan szorgalmas emberek dolgoznak, akik szinte észrevétlenül, a háttérben munkálkodva gondoskodnak arról, hogy az itt lakó felnőttek és gyermekek komfortosan érezzék magukat. Hozzájussanak alapvető szolgáltatásokhoz, élvezhessék a kulturális és sport létesítményeinket, a város által kínált szabadidős programokat, biztonságban élhessenek, igénybe vehessék a legkülönbözőbb szociális támogatásokat, és még hosszasan folytathatnám a sort. Szabó Zsolt beszélt arról is, hogy a hivatali munka sokszor embert próbáló feladat. Egy ekkora városban naponta százával keletkeznek beadványok, ügyiratok, dokumentumok, amelyeket az önkormányzat munkatársai dolgoznak fel, válaszolnak, segítenek ügyes-bajos dolgok elintézésében. Amikor az önkormányzatokat ünnepeljük, akkor az én felfogásomban egyfelől azt a lehetőséget, azt a szabadságot ünnepeljük, hogy a városlakókkal közösen dönthetünk a helyi ügyeinkről. Másfelől pedig azokat az embereket, akik a döntéseink végrehajtását, az önök mindennapi segítését, a városfejlesztését hivatásszerűen végzik nap mint nap. A városvezetést önök választják, én ebből az alkalomból is szeretném megköszönni, hogy 2019-ben a Rajtújváros Egyesület jelöltjét választották. Végezetül Szabó Zsolt hozzátette, hogy Dunajváros városvezetése azon dolgozik, hogy erősítsék az önkormányzatiságot, fejlesszék a várost és megőrizzék városunk szabadságát. Egy kis műsorral, sokkal több kedvességgel és érezhető módon rengeteg szeretettel köszöntötték a szociális otthon lakóit az Idősek Világnapja alkalmából. Ez a nap az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Ez a tisztelet magában foglalja elfogadásukat, támogatásunkat, szeretetünket, és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tagjai, és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra az élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csak ők rendelkeznek, és a türelemre, az elfogadásra, ahogyan tanítanak bennünket. Ennek szellemében rendezett ünnepséget az idős otthon, Solymosi Bányai Bettina intézményvezető szerint ez mindenki számára ünnepnap az intézményben. Én azt gondolom, hogy minden évben nagyon várják, hogy megemlékezzünk róluk, ugyanúgy fontosak nekünk, a társadalomnak, és azt gondolom, hogy sok mindent letettek ők az asztalra, és szerintem fontos, hogy megemlékezzünk róluk, hogy velük legyünk legalább egy évben egyszer. Sokaknak nincsenek hozzátartozói, és mi nyújtunk nekik támaszt a nehéz napokon. Az Idősek Világnapja lehetőséget nyújt, hogy megköszönjük az idős embereknek mindazt, amit értünk, mindenkiért, a társadalomért tettek, tesznek. Szántó Péter önkormányzati képviselő rendszeres látogatója az ESZI-nek, most is ott volt az ünnepségen. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon tisztességes köszöntés, mert ők már megérték ezt a szép kort, mert Zömében nagyon-nagyon szépkorúak vesznek, például most is részt ezen a mai megemlékezésen, és nekünk, fiatalabbaknak erre oda kell figyelni mindig. Nem csak a mai napon, hanem az év összes napján. A szociális otthon lakói vasárnap az önkormányzat által szervezett színházi előadáson vehettek részt, majd a saját intézményükben ünnepelhettek. Verssel, dallal, látható, érezhető és tapintható tisztelettel, szeretettel. Két említésre méltó eseményről is megemlékeztek múlt héten a Vasvári Pál Általános Iskolában. A zene világnapi alkalmából a Sándor Figyes Zeneiskola fúvósai adtak mini koncertet a diákoknak, majd a Magyar Diáksport napja apropóján sportos játékos programok várták az iskola közösségét.
A Sándor a Frigyes Zeneiskolából egy tehetséges fiatalokból álló fúvós csapat lépett fel a Bartók Színház kültéri színpadán. A zenészek a Vasvári Diákok kollektívájának adtak minikoncertet a Zenevilágnapja alkalmából. Az iskolában ugyanis két fontos eseményről is megemlékeztek. A zenei program mellett sportos elfoglaltságok is voltak. A Zenevilágnapját idén, október 1-én vasárnap fogjuk igaziból ünnepelni. Ez az iskolákban mindig egy kicsit bonyodalmat okoz, hogy ugye vasárnap nem jövünk iskolába. Ezért a pénteki napra terveztük ezt a két programot, és először, amikor 400 gyerek előtt 15 nagyon-nagyon tehetséges, fúvos zenekari tag, Sándor Frigyes Zeneiskolából való fúvos zenekari tag gyermek zenél nekünk, ez tényleg óriási öröm. Szokták mondani, akik egy kicsit is közel állnak a zenéhez, hogy ez talán a második születésnapunk, ez az október 1-e, hiszen mindig nagyon várjuk. Jó, hogy még olyan időben van, amikor jó idő van, és picit a napon is lehetünk, nem télen ünnepeljük, és nálunk nagyon nagy hagyománya van ennek a Vasváriban. Talán erre a riportra készülve számogattam kicsit, talán 30. alkalom, amikor ilyen mini koncertet rendezünk. Sportiskola ide, sportiskola oda, a Vasvári diákok szeretik és igénylik a zenés programokat. Kovács Piroska szerint bár nem egyszerű olyan műfajt vagy formát találni, amely egyformán tetszik a fiatalabbaknak és az idősebbeknek, úgy érzi, ez most is sikerült. Apropó siker, az iskola énekkara fellép majd karácsonykor is. Műsort adnak a társaiknak, illetve a nyugdíjas pedagógusoknak. Nagyon nehéz eltalálni az ízlésüket. Említettem most a koncert végén, hogy 6 éves tanulótól 15 éves tanulóig kellett olyan zenét találnunk, olyan stílust, olyan műfajt, ami mindannyiunknak tetszik és élményt okoz. Tavaly a Széchenyi Gimnázium kórusát hívtuk, 80 fős kórus jött ide, és talán az áthidalja ezt a kis műfaji különbséget a pici és nagy gyerekek között, hogy látják, hogy gyerekek adják elő. Akkor is itt állt 80 diák előttük, ma 20 diák. Mondtam is, hogy olyan tehetségesek és olyan különleges dolgot tudnak, amit mi nem, hiszen mi sportolók vagyunk, és ezáltal én azt hiszem, hogy lelkileg is és zeneileg is élményt ad nekik. Remélem, hogy tetszett. A programsor zenés része után következhetett a sportos szekció. A Magyar Diák Sport Napja alkalmából is izgalmas feladatok várták az iskola tanulóit. Mivel ma van a Magyar Diák Sport Napja, ezért minden évben ilyenkor a Vasvári ugye sportiskola révén nagyon fontosnak tartja, hogy a gyerekeket ezen a napon is megmozgassa, meg természetesen minden nap. A mai napon egy zenés gimnasztikával, kis aerobikos bemelegítéssel készültünk, amit én fogok majd tartani a gyerekeknek, utána pedig külön fognak válni az alsósok és a felsősök, de mindkét csoportnak váltó és sorversenyt terveztünk. Az alsósok lesznek majd itt kinn a ligetbe, a felsősök pedig benn majd az udvaron. Kis igazából ilyen egyszerű gyakorlatok, de mégis azért színesítve kis karikákkal, bójákkal, mindenféle szlalom feladat. Az a lényeg, hogy mindenki mozogjon, mindenki élvezze ezt a napot, még jobban megszeressék a sportolást, a versenyszellemet picit erősíteni bennük, de főleg a jó kedv a fontos. Az pedig nem is kérdés, hogy az ehhez hasonló rendezvények milyen fogadtatásban részesülnek a gyerekek részéről. Én úgy veszem észre, hogy van rá igény. Kicsit nehezebb talán őket rávenni a mozgásra, de amikor már benne vannak, amikor már látják, hogy milyen élvezetes, akkor már abszolút szerintem átszellemülnek és teljesen örömmel fogadják az ilyen programokat, és szeretnek rajta részt venni. A Magyar Diák Sport Napja mellett a Zene Világnapját is megünnepelték a Vasvári Pál Általános Iskolában. A délelőtt folyamán egy koncert, illetve sportos programok is vártak a gyerekekre. A DSTV híradóját Terdik Péter tudósította. A Kortárs Művészeti Intézet Silf Mária Munkácsi díjas festőművész munkáiból mutat be nagyszabású válogatást, méghozzá 2023-as kiállítási évad kiemelkedő eseményeként. A Minták kötnek című tárlat megnyitójára szeptember 29-én pénteken délután várták az érdeklődőket. Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Kortárs Művészeti Intézetben Silf Mária A Minták kötnek című kiállításán. Gyönyörű akvarellek, fotórajzok és izgalmas installációk kerültek a Kortárs Művészeti Intézet falaira, termeibe. Silf Mária, Munkácsi díjas festőművész, A Minták kötnek című tárlata több mint 30 évet ölel fel.
Különféle médiumokban, mint festészet, grafika, fotó, videó, installáció, közösségi művészeti projektek által készült alkotásai érzékeny asszociációkon keresztül kapcsolnak össze látszólag távoli fogalmakat, jelenségeket. A kiállításról Zsinga Gabriella művészettörténész osztott meg velünk részleteket. Nagyon régóta egy dédelgetett terv volt, hogy Silf Máriának egy egyéni kiállítást elhozunk ebbe a régióba, nem csak a dunajvárosi közönségnek, hanem ennek a térségnek egy ilyen hiánypótló bemutatóval tudunk így gyakorlatilag kedveskedni ebben az őszi szezonban. És egyébként ez a Minták kötnek című kiállítás, ez az egész évadot, a 2023-as évadot tekintve egy kiemelkedő esemény nálunk. Az utóbbi két évtizedben a művész figyelme egyre inkább az ember belső világának kérdései felé fordult, és a traumafeldolgozás, a gyógyítás és öngyógyítás, valamint az emlékezet került érdeklődése előterébe. Alkotásai arra mutatnak rá, hogy a generációk életét meghatározó családi mintáink, az oktatás vagy a munkavilágában érvényesülő minták, de akár a nemiség, a származás, a társadalom vagy a történelem szabta mintáink hogyan, s miben köthetnek bennünket. Érdekes asszociációk, amikor egészen megrendítő lehet akár az az élmény is, hogy mennyire eltalál valamit a saját életünkből, tehát a privát dolgainkból, a mi gyermekkori emlékeinkből, a családi viszonylatainkból, stb. Nyilván itt rengeteg mindent ki lehetne emelni, tehát ez egy tárlatvezetés során kibomlik. Fogunk tartani tárlatvezetéseket, amikre nagy szeretettel várunk mindenkit, ezek ingyenesek, ahogy a kiállítás látogatása is. Az ICA D-termeiben három szekcióba szerveződő válogatás, noha elsősorban Silf Mária utóbbi években készült akvarájaira helyezi a fókuszt, ám a 2000-es évek meghatározó műciklusait is felvonultatja. Az elmúlt évtizednek az akvarell és fotókivágás szintézisét érett módon hozó darabokat szántuk a fókuszba. És hát nyilván szeretnénk, hogyha a befogadó belemerülne ebbe a világba. Ez egy nagyon megrázó élmény is tud lenni, felforgató, izgalmas, a belső világunkat megrezegtető művek vannak itt. A nagyszabású bemutató keretén belül először szerepel kiállításon a művész új, kifejezetten a dunaverési közönségnek dedikált munkája is. Az elgondolkodtató, izgalmas tárlat egészen november 10-ig megtekinthető a Kortárs Művészeti Intézetben. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket legközelebb is. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.